DVTK. A borsodi és a Volkswagen bemutatja. Mindenek előtt nagy tisztelettel köszöntelek Diósgyőrben. Azt mondják, hogy ha egy játékost egy másik klub kivásárol az élő szerződéséből, az dicsőség. Mit gondolsz erről? Igen, én is így gondolom. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy tényleg kivásároltak a szerződésemből. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és próbálom meghálálni a bizalmat. Azt tudjuk rólad, hogy jobboldali védő vagy. Akik egy kicsit jobban beleásták magukat, azok láthatták, hogy az instant mutatóid is elég jók voltak. Viszont biztos van olyan szurkoló, aki most már rólad először. Te hogyan mutatnád be magad? Az instant mutatóim, hát én annyira nem is néztem őket, most így mondjátok, majd én is megnézem. Hát aki nem ismer engem, tényleg jobboldali védő vagyok. Korábban csatár voltam, még fiatalabb koromban, aztán az MTK-ba a Garami Józsi bácsi csinált belőlem jobb hátvédet. Egy gyors, erős srácnak gondolom magamat, akinek a szíve mindig a pályán van, és mindent megteszek a csapatnak a sikeréért. Milyen célokkal érkeztél? Azt nyilván a tabellát böngészve azt látod, hogy nagyon kemény tavasz vár ránk. Mi az, amit szeretnél elérni, akár a csapattal, akár önállóan? Hát a csapattal egyértelműen bemaradás, tehát kiesésről nem is szeretnék beszélni, sőt előrefelé szeretnék tekinteni a tabellán. Voltam már egyszer hasonló helyzetben az MTK-val, de aztán ott is csináltunk egy olyan tavaszt, hogy végül is a középmezőny elején zártunk. Szeretnék itt is egy hasonló tavaszt csinálni. Úgy a DVTK még a kupában is áll, ott pedig minél merészebb álmokat szeretnék. Ki az, akit esetleg ismersz a csapatból? Gondolom azért NB1-es játékosoknak annyira nem kell egymásnak bemutatkozni. Igen, itt is van kettő ismerősöm, akivel játszottam is együtt. Az egyik a Busai Attila, vele még MTK-ba játszottam együtt, a másik pedig az Antal Boton, vele pedig az utánpótlás válogatottban találkoztunk mi, vagy egy korosztály vagyunk. Végezetül mit üzensz a szurkolóknak? Nem vagyok azon nagyon ígérgetős gyerek, igazából a pályán szeretnék bizonyítani, hogy megérte engem kivásárolni a szerződésemből, és a sikerért én mindent meg fogok tenni.